Sziasztok! Üdvözlünk titeket csatornánk legsikeresebb sorozatának negyedik részében. Ebben a sorozatban olyan hétköznapi tárgyakról tudhatjátok meg, hogy mire valók, amelyekről eddig valószínűleg nem is feltételeztétek, hogy rejtett funkcióval rendelkeznek. Reméljük, hogy az új epizód is legalább annyira fog nektek tetszeni, mint a korábbiak. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az első között szeretnétek értesülni az új videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. Na akkor ismerkedjünk meg ezekkel az érdekességekkel. Lyuk a fazék és a serpenyő foggantyúján. Amennyiben szeretitek a konyhában tölteni az időtöket és imádtok főzni, akkor ez hasznos lesz a számotokra. Észrevettétek már, hogy a fazekak és a serpenyők foggantyújának végén található egy lyuk? Ennek két feladata is lehet. Az első, amelyről a legtöbben tudnak, az az, hogy fel lehet akasztani a falra, amennyiben nem a konyhaszekrény polcain tárolnád őket. A másik szerepét viszont valószínűleg sokan nem tudjátok. Akik sok időt töltenek a konyhában, azoknak ismerős lehet az érzés, amikor készítesz valamit, kavargatod az ételt, de nem tudod hová tenni a kanalat vagy az adott eszközt. Ez a kis lyukacska a foggantyú végén ebben nyújt segítséget. Ha belehelyezed a kanalat, akkor mindkét kezed szabaddá válik, így mással is foglalkozhatsz. Lyuk a fánk közepén. Az emberek többsége imádja az édességeket, melyek közül előkelő helyen szerepelnek az incsiklandozó fánkok. Ezek a finomságok manapság mindenféle formájúak és ízűek lehetnek. Ha viszont a legklasszikusabb fánkra gondolunk, akkor valószínűleg az lebeg lelki szemeink előtt, melynek egy lyuk van a közepén. Megfordult már a fejetekben, hogy vajon miért van ott az a lyuk? Ha igen, akkor azonnal megtudhatjátok a választ. Régen a fánkészítők számára nem voltak elérhetőek olyan eszközök, mint a mai készítőknek. Emiatt gyakran előfordult, hogy a fánk szélei jól átsültek, míg a közepe kevésbé. Egy fánkészítő ezért úgy döntött, hogy kiukasztja a fánk közepét, így biztosítva, hogy az egyenletesen átsüljön. Egyes legendák ezzel szemben arról szólnak, hogy azért van lyuk a fánk közepén, mert élt egyszer régen egy kalózkapitány, aki annyira szerette a fánkokat, hogy a hajó kormányán szerette tárolni őket, és azt csak így tudta megoldani. Margó a füzetben. Ez első hallásra elég egyértelműnek tűnik, viszont a margó eredeti rendeltetése nem az volt, mint manapság. Napjainkban több szerepe is lehet, a tanár ideírhatja a megjegyzéseket, vagy ha valamit elfelejtettél lejegyzetelni, akkor itt kiegészítheted az írásodat. Egyesek gondolhatják azt is, hogy csupán esztétikai célokat szolgál. Ma valóban ez a szerepe, de egykoron más feladatot látott el. A múltban a könyvek és füzetek gyakran estek egerek vagy patkányok áldozatává, akik előszeretettel rágcsálták a papírt. Az emberek annak érdekében, hogy a rágcsálók ne pusztíthassák el a könyveket és a jegyzeteiket, nem közvetlenül a lap szélén kezdtek írni, hanem valamivel beljebb. Így jöttek létre a mai margók, amelyet manapság akár remek rajzfelületnek is lehet használni. Bizonyára nektek is van olyan ismerősötök, aki itt csillogtatja meg kimagasló rajztudását. Lyuk a mérőszalag végén. A mérőszalag egy olyan találmány, amely elengedhetetlen eszközzé vált a mindennapjainkban. A hétköznapi emberek számára is bármikor jól tud jönni, nem beszélve a tervezőkről, építészekről, asztalosokról és így tovább. Ez a szalag tehát rengetegszer megkönnyíti az életünket, viszont van két olyan funkciója, amelyről eddig valószínűleg nem tudtatok. A mérőszalag végén található egy fémlapocska, azon pedig egy lyuk, illetve a szélein barázdák. A lyuk arra szolgál, hogyha egy szögtől szeretnénk megmérni a távolságot, akkor a lyuk segítségével bele tudjuk akasztani a mérőszalagot a szögbe, így pontos mérést tudunk végezni anélkül, hogy egy másik személy segítségére lenne szükségünk. A fémlapocskán lévő barázdák szerepe pedig az, hogy ezek segítségével jelöléseket tudunk tenni a falon, vagy azon az anyagon, aminél dolgozunk. Biztosak vagyunk benne, hogy a mérőszalag eddig is sokszor jelentett segítséget a számotokra, de reméljük, hogy ez a két nem túl közismert funkció is a hasznotokra fog válni. Lyuk a vonalzón. Ha jobban szemügyre veszitek a vonalzótokat, akkor megfigyelhetitek, hogy a végén található egy kis lyuk. Ahogy a videó címéből már sejthetitek, ez a lyuk nem véletlenül van ott. Segítségével könnyen tudunk kis karikákat rajzolni a füzetünkbe, de legyünk őszinték, erre nincs nagy szükségünk. A valódi rendeltetése az, hogy amennyiben lehetőségünk van rá, és szeretnénk, akkor fel tudjuk akasztani a falra. Erre nyilván a saját szobánkban ritkán kerül sor, hisz egy szép szobafalán egy kiálló szögön lógó vonalzó nem mutatna túl jól.
Ez tehát sokkal inkább egy műhelyben lehet jó megoldás. Barázddal fogpiszkálon. A fogpiszkálók sok esetben megkönnyítik az életünket. Vannak olyan ételek, amiket ugyan nagyon szeretünk, de már előre tudjuk, hogy a fogaink közé fognak akadni kis darabkák. Főtt kukorica fogyasztása után például rengeteget segít számunkra a fogpiszkáló, melynek köszönhetően hamar búcsút inthetünk a fogaink közé szorult daraboknak. Bizonyos fogpiszkálókon találhatóak kis barázdák, melyek nem csupán esztétikai célokat szolgálnak. Ezeket a barázdákat le tudjuk törni, melyet ezután fogpiszkáló tartóként használhatunk. Így a fogpiszkáló nem fog érintkezni az asztal felületével, vagyis használata sokkal higiénikusabb lesz. Matrica a gyümölcsökön. Gondolkodtál már valaha azon, hogy mit jeleznek azok a címkék, amelyeket bizonyos gyümölcsökön láthatunk? Ezeken a matricákon bizonyos kódok találhatóak, amelyek azt mutatják meg számodra, hogy az adott gyümölcs hogyan termett. Három különböző típusú kód létezik, amelyek három kategóriát jelölnek. A hagyományosan termő, a génmódosított és az organikus gyümölcsöt. Négy számjegyű kód esetén hagyományosan termő gyümölcsről beszélünk. Ha öt számjegyű kóddal találkozol, amely 8-as számjeggyel kezdődik, az azt jelenti, hogy egy génmódosított gyümölcsöt tartasz a kezedben. Amennyiben 5 számjegyű a kód, de 9-essel kezdődik, akkor ez egy organikus gyümölcs. Vonalkák a műanyag poháron. Ezekkel a poharakkal, különösen a piros színűekkel, rengeteg amerikai filmben találkozhattatok már. A házi bulikon általában ilyen poharakat használnak, mivel olcsóak, nem kell őket elmosni, és még el sem törhetnek, így egy praktikus megoldást jelentenek. A pohár oldalain vízszintes vonalkák találhatóak, amelyek nem díszgyanánt vannak ott. Azt jelzik, hogy különböző alkoholos italokból mennyi az ajánlott mennyiség, amit a pohárba kell tölteni. A legalsó vonalka a magas alkoholtartalmú italokra vonatkozik, a középső a borra, a legfelső pedig a sörre. Tiktak titok. Ki ne ismerné a híres Tiktak cukorkát és jellegzetes csomagolását? Egy örök klasszikus, amely manapság már számos különböző ízben és színben kapható. Az érdekesség, amit bemutatunk ma nektek, viszont nem az ízéhez, hanem a csomagolásához köthető. Amikor kinyitjátok a dobozt, láthatjátok, hogy a fedőlapocska alján található egy kis barázda. Ez azt a célt szolgálja, hogy ha elfordítod a dobozt és úgy nyitod ki, akkor pontosan egy szem Tiktak kerül a barázdába. Az ötlet mindenképp szimpatikus, de nem terjedt el széles körben, bizonyára amiatt, mert szinte senki sem tud egy szem cukorka után megállt parancsolni magának. Dudorok az autógumin. Ezeket a kis dudorokat nagy valószínűséggel a legtöbben eddig még csak észre sem vettétek. Ha közelről vizsgáljátok a gumit, akkor sem egyszerű észrevenni, de ha valaki nem figyeli, akkor szinte lehetetlen. Ezek a dudorok az új gumiknál mélyebben vannak, mint a gumi barázdái. Az a szerepük, hogy jelzik az autó tulajdonosa számára, hogy a gumik alkalmasak-e még a használatra. Amennyiben a gumi már annyira elkopott, hogy ezek a dudorok már egy szintben vannak a barázdákkal, vagy rosszabb esetben magasabban helyezkednek el, akkor azonnal ki kell cserélni a gumikat, mert már nem biztonságos. Ezzel a lista végére értünk. Titeket melyik lepett meg a legjobban? Írjátok meg kommentben, és egy lájkkal jelezzétek, ha szeretnétek folytatást. A leírásban megtaláljátok a sorozat első három epizódjának linkjét, ha még nem láttátok, akkor ajánljuk őket a figyelmetekbe, hisz sok olyan dolgot láthattok bennük, amiről eddig még csak nem is sejtettetek. Még mielőtt azonban elbúcsúznék, két dologról szeretnék beszélni nektek. Ahogy azt bizonyára ti is észrevettétek, az elmúlt időben gyakrabban készítünk nektek videókat, mint korábban. Nem tudjuk garantálni, hogy ez mindig így lesz, de a heti egy videóhoz mindenképp igyekszünk tartani magunkat. És végül, de nem utolsó sorban megemlíteném, hogy jövő héten egy újabb vlog kerül fel a csatornára, melyben a Vidi Chelsea meccsre látogatunk ki. Nagyjából egy hónappal ezelőtt már készítettünk egy hasonló videót, ez a Vidi PAOK meccsről szólt. Ha még nem láttátok, ezt is ajánljuk a figyelmetekbe. Nagy örömünkre szolgál, hogy egy ilyen rendhagyó videót is megosztattunk veletek, úgyhogy tényleg aki nem látta, nézze meg, biztosak vagyunk benne, hogy tetszeni fog. Ennek a linkjét is megtaláljátok a leírásban. Na de most már tényleg búcsúzom, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!